Cierto, akkor most meg fogom nektek mondani a városi legendák terjednek a tengerimartokról. Első, hogy nem kell nekik víz. De kell nekik víz, mert nem lelik meg nedvességet, és hát a vízt a különféle gyümölcsökben, zöldségekben, mert igaz, hogy nedves, majd egy kicsit a szemüket eloltja, de ezt nem fogja kivírni, lehet kapni kutatót, már ilyen 700 forinttól, de ha akváriumban tartják őket, az egy nagy akvárium legyen, és akkor azzal tudják megcsinálni, hogy felakasztátok. Igaz, én úgy vettem a kalitkámat, hogy adtak hozzá itatót. Hát, akinek nem adnak hozzá, és, de aki az acenosokból veszi, én is az acenosokból vettem, mint Norvinak is vannak ilyen videói, az is az acenosokból vette a kalitkáját, és neki is adtak hozzá itatót, de neki műszikedvece van, ami jó, mert nagyon nagy. Nekem meg tengerünk nem, az is nagy, de nem annyira, mint a műszikedvece, azért a műszikedvece sokkal jobb. Akkor, bocsánat, csak másik meg az, hogy a másikat meg az, ja, meg a tennivalói. Panzit azt nem ajánlom, mert az Norbi is mondja, hogy rossz márka, én is azt mondom, hogy Mártának jó márka, csak a tengerem a tápjuk igazi. Mivel szagyi van benne, tök mag és kukoricák. Hát kezdjük akkor a kukoricával. Kemény, és kiterít benne a kukoricák. Szagyi. Persze, hegyes ugye a végük, és azt nem tudják, vagy hát nem tudják enni, vagy rágni, nem se tudják meg rágni, hanem felcsülyeti az inget, tehát meg a tök nem bírják volna. Hát lehet venni, azt hiszem, a piacon veszük mi is kilóra, meg ilyen dobozokba is lehet kapni, abban van ilyen balansz, hogy ha azt jelentettük neki, hogy én le van kerekítve a vége, tehát vannak olyanok. De jobban ajánlom, mert nem tudom, én még nagyon nem tapasztaltam, hogy mit tesznek, de szerintem van ilyen fekete mag benne, szerintem azt teszik, nem tudom. De én a kukoricát úgy szoktam nekik adni, hogy megnézem, hogy nagyon kemény, és ha nagyon kemény, ezt nem adom oda, de oda lehet adni, nem lesz annyira, hogy semmi bajuk, mert én is olyan, hogy nem lesz semmi bajuk. Hát akkor ugye ja, a tengeri malacoknak lehet venni bele ilyen függőágyat. Nagyon aranyosak, amikor így belemásznak és elalszanak. Nagyon bírom őket. Szerintem vagyok a 10.500 forint. Majd olyan tálkát lehet a házakhoz kapni, hogy Norbinak is más nem van, aki videót csinál, ő is, nekem is más van, nekem is más ilyen videóhely, és szerintem az is jó, mert van, mert itt felvének rá menni, és akkor ott van egy ilyen tálka, de az is ugyanolyan, mint a Norbi, nem bírja felmozdítani, de az tökre ugyanolyan, mint a Norbi. Köszönöm, hogy mindenre lehetett nekünk a
Instagram. Jó. És akkor ennyi. Sziasztok, iratkozzatok fel. Csak ugyan minden videón belemondom a csatornámra. Még lehet sok videó, még valami, még azt akartam elmondani, hogy ugye lehet kommentbe írni, és kérdezhettek, és szeretném, hogy kérdezzetek, mert amit nem mondok egy videóba, is kérdeztek, arra tudok válaszolni. És akkor ennyit szeretném volna, sziasztok! Remélem, hogy még lesz videó, szerintem lesz is. Úgyhogy sziasztok, és máskor találkozunk, később. Sziasztok!